Péterrel. Műsorunkat támogatja a Kaloterm Építészeti és Épületgépészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris Konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta Általános Építőipari Kft., az Ibül Tervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív M&A, a cég értékesítő. Műsorunkat támogatja a Szovigál Aktíve Szerel. A műsor támogatója VLG Kábelkereskedelmi Kft. Köszöntöm nézőinket, Foci és Sport című műsorunkat látják. Itt ül mellettem Takács Tibor, adásunk állandó szakértője. Szeretettel üdvözöllek benneteket, a nézőket, természetesen vendégünket. És a mai vendégünk Szuper Levente, jégkorongozó kapus. Szeretettel köszöntünk, Levente. Szerintük. Ezzel teljesen természetesen előre vetítettük, hogy egy pályafutásról lesz szó, illetve a mai jégkorongozás helyzetéről, egy olyan sportágban betöltött karrierről, ami Magyarországon nem is tudom, hogy milyen helyet foglal el, de ezekre a kérdésekről fogunk ma beszélgetni. Levente, tényleg azt lehet mondani, hogy a jégkorongozóink közül te vagy a number one, a neved meghatározza a személyiségedet, egyébként ez egy őrület, ez a név, ez a szuper. Szereted? Nagyon. Persze, egyértelmű, hát nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a nevet viselhetem. Ugye már csak a családból is kiindulva, meg a régi családi tradíciókból, meg ahogy a családfát tényleg én is jobban megismertem. Tehát nagyon jó. Viszont azért gyerekkoromban tehát támadási felület volt, de úgy gondolom, hogy azért ezzel is elég jól megbirkóztam. Tehát ezzel a névvel úgy nagyon hibázni nem lehetett. Hát továbbra sem tanácsos. Hát egyébként ez így van. Ugye azt szokták mondani, hogy a rang kötelez, a név kötelez. Tehát akkor neked gyerekkorodtól kezdve meg kellett a nevednek felelni? Nem elsősorban, én nem így fogtam föl, tehát én egész kiskoromtól kezdve egy olyan beállítottságú fiú voltam, aki mindig följebb, és mindig a bizonyítási vágy, és mindig az építkezés, és mindig a legjobbnak lenni akarás. Tehát ez vezényelte igazából a gyerekkoromat is, tehát én már nagyon sok tudatos döntést hoztam gyerekkoromban is. Az meg ugye a név ott volt mellette, tehát nem a nevem miatt lettem ilyenna. Igen, valószínűleg, hogyha Tótnak, vagy Kisnek hívnak, vagy bárminek, akkor is egy remek kapus lettél volna, de ahhoz, hogy az legyen belőled az, aki lettél, ahhoz kellett egy család, egy családi háttér. Miért vittek le téged jégkorongozni? 5 évesen. Ez egy véletlen volt, legalábbis olyan szinten véletlen, hogy tehát a édesapám ő játszott fiatalember korában, aztán a bátyám is jégkorongozott, és a műjégre vittek le csúszkálni a szüleim, akkor azt hiszem, hogy a bátyámnak éppen edzése volt, Balogh Csaba bácsi volt az edzőm akkoriban, tehát ő lett az első edzőm, és ő mondta ott a szüleimnek, mert ugye jóba voltak, hogy engem is vigyenek le, és hogy hát nézzük meg, hogy én is mit tudok, és na hát onnan indult az egész. Rögtön szeretett a jeget? Én úgy emlékszem, hogy igen, meg arra is emlékszem, hogy a korcsolyázásnak a megtanulásával se volt úgy igazán nagy gondom, tehát nem kellett nekem úgy elvégeznem azokat a feladatokat, tudom én a szék tologatást előttem, hogy el ne esek. Nekem úgy rémlik, meg azt mesélik, hogy tehát én fölvettem a korcsolyát, vagy még annak idején az a fölcsatolhatós penge volt, amit a csizmára kellett feltenni, de nem volt igazából problémám. Én egyből állítólag berohantam a kapuba, és ott szerelés nélkül már mindenféle cirkuszi mutatványt mutattam be az érdeklődő közönség. Azért érdekes, és egy nagyot fogunk ugrani az időben, és a napjainkra fogunk rátérni, mert most egy jégkorong iskolát tartasz fönt, egy kapus, nem tudom, hogy pontosan kapusokat képzel csak, vagy pedig egy általában egy hokisulit, de ott látod a gyerekeket. Hát sokféle dolgot csinálok, ugye a kapus iskola... még egy picit most odébb tesszük. Igen, a kapus iskola csak egy szegmense
ennek a dolognak. Tehát ez egy jó néhány éves tradíció már, hogy a, hogy a Szuper Levente kapus iskola az, az, az elindult. Az is egyébként egy régi álom volt. Tehát gyerekként vettem részt először kapus táborban, tehát úgy kvázi olyan közösségben, ahol egy olyan edzőtáborban csak kapusokkal foglalkoznak. Ez a legendás, még csehszlovák válogatott kapus Dzurillának volt a kezdeményezése, és a Magyar Jégkorong Szövetségen keresztül kerültem én oda ki. Hát ilyen 13-14 éves lehettem talán, de még az is lehet, hogy egy-két évvel fiatalabb, ez már úgy nincs teljesen előttem. És egy olyan jól megszervezett dolog volt, és én akkor elhatároztam, hogyha sikerül nagy dolgokat véghez vinni, én egy ilyet biztos, hogy szeretnék csinálni, mert milyen jó dolog. Aztán elkerültem 16 évesen Tretyáknak az iskolájába is, Kanadába, ott voltam egy hetet, hát ott még jobban lelettem nyűgözve, akkor már egy kicsit tudatosabb volt, hogy ez milyen jó ötlet, és hát elindult, és minden évben tradicionálisan ez meg van szervezve. Ez a mai magyar kapusképzést jól elő tudja készíteni? Egyáltalán milyen korosztályok vannak ebben a suliban? Igazából nem szabunk korhatár, tehát lányok, fiúk is jöhetnek, és egészen piciktől, mondjuk 10 éves kortól, tehát olyanokat nem szívesen, hát hogy is mondjam, ez csúnya kifejezés, de akiken akkor van mondjuk először kapusszerelés, tehát azért valami fogalmuk legyen, hogy milyen is kapusnak lenni, tehát azért ajánlott 10 éves kortól, és hát volt már nálam 40-50 éves amatőr kapus is, tehát ez azért jó volt, mert megpróbáljuk a programot úgy alakítani, tehát megkapjuk a névsort, kik vannak, hol játszanak, milyen idősek, fiúk-e vagy lányok-e, és annak megfelelően állítjuk össze az az évi programot. Aha. Tehát ebbe mindig gondosan megszerkesztjük azt, hogy akik jönnek, azoknak megfelelő és a tudás szintüknek megfelelő tananyag legyen kialakulása. Tibor, nem tudom, hogy mennyire vagy a jégkorong sportban otthonos, bár a Tibor nagyon sok mindenben van otthon, és ő azért is szerepel mellettem általában, mint szakértő, de akkor megint menjünk egy picit vissza az időben. Amikor Levente gyermekként vagy ifjúként oda került a Ferencvároshoz, mint jégkorongozó, mint kapus, akkor te láttad-e őt, ismerted-e, mennyire volt akkor a Fradin belül az ő neve, jól csengő, mire elkerült oda, ugye egy bajnoki címet nyertek a Ferencvárossal? Hát egyrészt kérdésére válaszolva, láttam, sőt, mitől föl is hívták a figyelmet rá, hogy tulajdonképpen a jövő nagyon komoly sztárja lesz, lehetőség szerint, ha így folytatja tovább. Méghozzá olyan nagyságok, mint a kapuban elődeit Pozsonyi Lajostól kezdve, Vedres Mátyás, akkor természetesen ugye hát a jégkorong azért egy csapatjáték, kapusokon kívül többek is vannak. Ugye Raffa György barátom, Jakab Házi László is mondták, hogy hát igen, a Levente az a jövő reménysége, és amikor bekerültél a nagy csapatba, hát az volt az egyik legemlékezetesebb, hát akkor már ugye sokat védtél, de legemlékezetesebb az volt, amikor egy futballmeccs után a stadionból átmentünk, az ülőtű stadionból, Raffa Gyuri barátom mondta, hogy ne menj még haza, menjünk, és akkor volt még a Papp László sportcsarnok elődje volt, a Budapest sportcsarnok, és ott tényleg mindent kivédtél, amit lehetett, és ha jól emlékszem, azzal nyertük meg a bajnokságot. Igen, erre én jól is emlékszem. Igen, hát egy két meccs, két győzelemig tartó párharc volt akkor a döntő, ugye a Dunaferrel játszottunk, és erre emlékszem kifejezetten, hogy a döntő, most már nem tudom, hogy az első vagy a második mérkőzése előtt volt, de szerintem az első, mert azt hiszem úgy volt, hogy szombatra esett az első meccs, és hétfőn volt a visszavágó, hogy a szombati meccs bemelegítésén még a Fradi szektor üres volt. Tehát a Dunaferesek már ott voltak az egyik oldalon, mi meg kimentünk a bemelegítésre is, és hát alig voltak a Fradi oldalon. Akkor még ment a Szombathely Fradi. Igen, így van, és erről beszéltünk is az ötször, megnéztük, úristen, ezek most nem tudják, vagy elfelejtették, vagy mivel, de nyugi. Egyszer csak jöttünk. Bementünk a bemelegítésre, aztán visszamentünk a meccskezésre, és megtelt.
Tehát mondom, van. Jó van, itt vagytok. Egyébként valószínűleg nagyon tudja a játékosokat doppingolni, hogyha ott van a közönség, és pláne a jégkorongnál, hát én nem sok meccsen voltam kint, de hát valami elképesztő, hogy milyen hangulat tud lenni. Tehát, és egy teljesen más típusú hangulat van, mint a, uh-huh. a labdarúgó lelátókon. Vajon miért van az, hogy teljesen más a hangulat? Mert mindig történik valami. Tehát azért a labdarúgás sokkal lassabb sportág, mint a jégkorong, tehát a hokiban ott mindig történik valami, tehát vagy egy lövés, tehát lövés után vagy védés, vagy gól, vagy ütközés, vagy szép passz, de hát oda-vissza játék megy, és gyakorlatilag folyamatosan valamelyik kapu veszélyben van. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nézőt annyira leköt maga a sport, és annyira el tudja ragadni. Tehát hogy is mondjam, amikor a Sport TV-ben részt veszek a meccsek kommentálásában, mint szakkommentátor, tehát szinte minden meccs után elhangzik az, hogy meccs közben, hogy hú, de jó meccs. Egyszerűen aha. rossz hoki meccs az nagyon ritka. Tehát én még nem nagyon találkoztam. És rengeteg a szellemesség benne. Tehát váratlan fordulatok a pillanat tört része alatt, és hát a nézőknek ez nyilván felkelti az érdeklődését. A hangulatot pedig még lehet, hogy még te sem emlékszel rá, annak idején, amikor a futballbajnokságnak, ugye mégis a legnépszerűbb játék Magyarországon, legalábbis a populációt, popularitást tekintve mindenféleképpen, de amikor vége volt a bajnokságnak, hát pótcselekvés kellett, hogy legyen a fiataloknál, én még nem voltam 18 éves, rám is rám jött a pótcselekvés, és elvittek, szabad ég alatt a kis stadionban játszották a mérkőzéseket, fáztam. És akkor mondták, hogy hát egy megoldás van, nézni a meccset, de egy kis pálinkát osztogattak, nem lett volna szabad elfogadni, ennyi év után elmondhatom, és úgy éreztem, hogy ez föl is dobta a hangulatot, és hihetetlen katlan hangulata volt, pedig mínusz 10 fok is volt ennek ellenére. Hát de régen a kis stadionban is telt ház volt. Egy gombostűt nem lehetett lejteni. Azok igen. Szép fantasztikus idők voltak. Igen. Vonzó a közönség számára jelen pillanatban a magyar jéghoki mérkőzések sorozata? Illetve városokra lehet-e bontani? Azért most, mint egyző, azért van rálátásod arra a Vasason keresztül, hogyha idegenben játszotok, ha itthon játszotok, egyáltalán arról is érdemes szót ejteni, hogy mennyire lehet Magyarországon jó hokit játszani, és milyen adottságok vannak hozzá az embereken kívül? Hát egy probléma van ugye nálunk az Egyesületen, a Vasason belül, hogy ezt nehéz megmondani tehát a napi rutint nézve, mivel nekünk nincsen felnőtt csapatunk. Tehát egyelőre sajnos ez még így áll, de úgy gondolom, hogy valami nagyon komolyan elkezdődött 98-ban, még az akkori generációval, amelyik ugye fölért a csúcsra 2008-ban, és én úgy gondolom, hogy azóta nyilván, tehát minden egyes ilyen kérdést azt a magyar felnőtt válogatottra kell levetíteni. Uh-huh. És hogy a magyar felnőtt válogatott mennyire eredményes, mennyire tud megújulni, ugye most generációváltás van, valamint a hazai bajnokságra. És ugye van egy harmadik tényező, Székesfehérvárnak az osztrák bajnokságban való szereplése, tehát van, rengeteg potenciál van a magyar jégkorongban, jelen pillanatban is. Csak hát szétneverjük egymást, és akkor ennél nem uh-huh. is mondanék most úgy többet, de mondom, tehát amilyen lehetőségek vannak, és főleg ugye most az utánpótlás sportágban is, tehát hogy a kormányzat által az öt kiemelt látvány sportágba belekerült a jégkorong, tehát óriási anyagi lehetőség is van a sportba, csak akkor megint visszatérek az előző mondatomhoz, hogy szétneverjük saját magunkat. Tehát ezek szerint olyan presztízs harcok folynak csapatok között? Ezt kell értelmezni ez alatt, hogy ne verjük szét magunkat? Ezt, és mert ugye annyira, tehát nem beszéltünk se labdarúgásról, se vízilabdáról, tehát kézilabdáról se, amelyik azért sokkal nagyobb tömegeket vonz
egyelőre, mint a magyar jégkorong. Tehát a legköltségesebb sportágról beszélünk, én úgy gondolom, a legkülönlegesebb sportágról is, a leggyorsabb, ugye a 21. század sportjáról, tehát mindent el lehet róla szépet is jót mondani, de túl kicsi még azért ez a magyar jégkorong közeg ahhoz, hogy tényleg ezek a hatalmi harcok, ezek úgy túl nagyok legyenek. Könnyű monopól helyzetbe kerülni, ugye egy ilyen kis társadalmon belül, csak vajon jó-e, meg jó-e az, hogyha tehát a többi évvel egy kicsit el lehetetlen, eddig mondom, most abszolút nem a vasasról beszélek, mert nekünk igazából olyan túl sok bajunk nincsen, igen, meg mi építkezünk, meg csináljuk szépen csöndben, csak amit látok magam körül, az nagyon sok esetben nem tetszik, és egyszerűen nagyon sok minden van, de egyébként nem csak a sporton és a jégkorongon belül, tehát sok mindenre az ember próbálja megtalálni a választ, vagy megkeresni, és egyszerűen nem találja. Jelen pillanatban ugye Magyarországon a kiemelt helyen az Alba. Hát én nekem majd megmarad a Szapa, nem tudom, ugye egészen bonyolult neve van, tehát a székesfehérvári csapat áll, forgattunk is lent, készítettünk miért éppen Magyarország keretén, illetve az idegen légiósok keretén belül filmet, tehát azért ott sikerült egy picit belelátni, talán egy hangyányit annak a csapatnak az életébe, ugye, és ott is lehetett látni, hogy a magyar bajnokság és az osztrák bajnokság. Na de ők kiemelt helyzetben vannak, mert van egy olyan sportarénájuk, egy olyan létesítmény, ami azért a többieknek nem adott. Fehérváron. Hát én azért ezt megcáfolnám. Tehát igen? A fehérvári csarnoknál kapásból fel tudok sorolni három korszerűbb és jobb létesítmény Magyarországon. Hát Dunajvárosban is szép létesítmény van, ugye az újpesti pálya az is szép, főleg, hogyha úgy, mint most tényleg rendben van, karban van tartva, és hát úgy gondolom, hogy a mi pályánk is a Káposztásmegyeri jégpalota, én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban az Magyarországon a legkorszerűbb csarnok. Persze székesfehérvári csarnok az nyilván, hogy nem csak annyira a csarnokra értettem, hanem de arra, hogy milyen szakember gárda van ott, milyen... Ja, hát ez egy másik kérdés, igen. Tehát akik összeállították magát azt a programot, hogy elérték, hogy Ausztriába tudjanak indulni, gondolom ez volt. Az a Káposztásmegyeri, azt hiszem, hogy mindent überel, ahogy mondtad. Hát és milyen kár, hogy nincs ott jelen pillanatban felnőtt jégkorong. Hát igen. De mitől nincsen? Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát a Vasasnak volt anno felnőtt csapata. Sokan nem tudják biztosan, de Molliga győztes felnőtt csapata is volt a Vasasnak. Most én ebben nem mennék bele, mert nem voltam akkor itthon, tehát én nem tudom, hogy miért, de valamiért a felnőtt jégkorong megszűnt a Vasasnál, szinte mondhatni, hogy egyik pillanatra a másikra. Ellehetetlenedett, és amiatt, vagy pedig nem tudom, mert nem voltam itthon, tehát én csak azt hallom, tehát én csak olyan sztorikat hallok, hogy ezért szűnt meg, aztán más azt mondja. Én úgy gondolom, hogy személyes érdekek, személyes ellentétek, összeférhetetlenség nyilván, mert ugye minden szétesésnek ez az oka. De tök mindegy, valamiért megszűnt. És borzasztó nagy hiba. Tehát ami megszűnik, főleg ami jól működött, tehát mondom, egy bajnok csapatról beszéltünk. Kezdem érteni az előbb, ahogy mondtad, hogy nagy szétverjük egymást, hiszen valószínűleg valami ilyesmi történhetett régen. Tehát egy olyan dolog, ami jól is működött, egy gyönyörű szép létesítményben, tényleg bajnoki címet is nyert a csapat, talán még magyar kupát is, ebben most nem vagyok biztos, de talán magyar kupát is, és minden a helyén volt, tényleg a döntő sorozatban már ilyen 1500-2000 ember is, tehát a törzsgyökeres vasas szurkolókat, akik vannak, tehát sokan azt hiszik, hogy ugye nem is léteznek, de hát ugye, hogyha remélhetőleg a labdarúgás is visszakerül arra a helyre, ahol ami megilleti igazából a vasas labdarúgást. Tehát igazából úgy gondolom, hogy a vasas drukkerek és szurkolók nem tűntek el, csak várnak valami olyan dolgot, amire érdemes odaállni. És úgy gondolom, hogy jelen pillanatban milyen munka folyik tényleg a központi vasas SC vezetésében, tehát Markovics Ernök úr vezetésével, az egy páratlan dolog. Tehát
én azt látom, hogy a klub állandóan fejlődik, tehát folyamatosan fejlődik, akkor az elnök úr nem véletlenül 13. éve már az SC elnöke. Tehát azért nagyon ritka, nagyon ritka a mai sportvezetésben az, hogy jön ilyen rendszer, olyan rendszer, amolyan rendszer, tehát teljesen függetlenül az elnök úr jól csinálja, amit csinál, nem véletlenül van ott. És akkor még visszatérve a helyzetre ott Káposztásmegyeren, tehát igen, erre értettem, hogy volt egy jól működő dolog, és most ez teljesen mindegy, hogy miért, tehát majdnem mindegy, de én ugye nem voltam ennek aktív résztvevője, valamiért megszűnt. És akkor az ember úgy néz, hogy miért. És akkor biztos van millió egy elmélet, hogy miért, de végül is teljesen mindegy, a végeredmény a lényeg. Megszűnt valaki, vagy valakik együttesen, nem bírtak együtt dolgozni, ellentét, jó, akkor szűnjön meg. Hát Bocsánat, ez szaborzasztó. Tehát ez nem megoldás. Igen, nekem nem volt megoldás. Alkalmam, pár évvel ezelőtt Kassai Gyuri barátom meghívott egy napra, de mondtam, hogy egy óra alatt meg tudom nézni a létesítményt, azt mondja, gyere, ülj ide mellém, szóval most nézd meg, hogy egymás után jönnek az edzések, és hogy ki milyen átéléssel, odaadással tudja tartani az edzéseket, milyen most mondjam úgy, hogy gyermeki, fűsági elkötelezett jégkorongozók voltak, és tényleg azt tudom mondani, hogy hát lélekemelő látvány volt. És ennek ellenére a fejlődést nem tudom, hogy még nem látjuk és fogjuk látni majd, remélem, hogy ez van, vagy pedig, tehát idő kell hozzá, az nem baj, vagy pedig azóta történt valami? Ez mikor volt? Hát, megmondom neked, körülbelül 3-4 évvel ezelőtt. 3-4 évvel ezelőtt. Na hát, ugye pont azóta, tehát ugye 3-3,5 éve történt meg az, ugye, hogy a látványsportok ki lettek emelve, tehát iszonyat mennyiségű pénz, lehetőség, pénzforrás lehetősége jelent meg a magyar jégkorongban. De most innentől, bocsáss meg, hogy már innentől még nehezebb a helyzeted. Még nehezebb, így van. Mert ugye azt nem éljék el, ahol nincsen pénz? Vagy amiben nincsen pénz lehetőség? Hát jó. Igen, csak itt igazából az, hogy nem feltétlenül, nem érzem úgy, hogy úgy egyből tudtuk azt egészen pontosan, hogy na akkor ez ezzel jelent? Most mit jelent, és hogy mit kezdjünk most ezzel. Tehát egy olyan kapuk nyíltak meg, ami a magyar sportban, és szerintem nem csak a jégkorongban, de az összes másik sportágban is, olyan kapuk nyíltak meg, ugye elsősorban utánpótlásfejlesztő programokról beszélünk. Igen. Tehát ez még úgy indult. Aztán de ez pont jó neked ilyen szempontból. Hát, nyilvánvalóan persze, csak azért nagyon sok olyan dolog is úgymond nehezíti és hátráltatja ezt az egészet. Ugye most pont a Mészői Akadémiával kapcsolatban lehet a problémákról hallani. Tehát ezek a dolgok sajnos jelen vannak, és mint sportvezető ezekkel számolni kell. És elfogadni? Elfogadni nem kell, de hát nem tudom, úgy harcolni dolgok ellen. Nem tudom, igazából ez most a kivárásnak az időszaka szerintem most nagyon sok mindenben, mert ugye új rendszerekről van szó, még azért úgy gondolom, hogy ki kell ezeket alakítani, tehát azért egy 2-3 éves periódus nem elég ahhoz, hogy egy vadonatúj rendszert azt mindenki el tudjon sajátítani, mert ahhoz tényleg ki kéne cserélődnie az egész vezetésnek, az egész, tehát új generáció kell, ahogy egy válogatottat mondjuk meg tudnak újítani, és bejön egy új rendszer, akkor lehet, hogy a régebbi vezetők nem tudják annyira adoptálni ezeket az új dolgokat, tehát nem tudom, de ezek bennem is csak ilyen spekulációk, meg találgatások, hogy én nem tudom, és nem csak a jégkorongon belül, de azt tapasztalom, hogy ma Magyarországon nagyon sokan félnek az újítástól, félnek az új dolgoktól, és félnek nyitni az emberek egymás felé, nem tudom, tehát nem egyszerű a dolog. És tulajdonképpen egy nem hosszú idő óta vagy ott a Vasasnál. Kaptál egy feladatot. Nem tudom, hogy milyen hosszú időre írtad alá a szerződést, de csak hosszú távon lehet gondolkodni ilyen esetben, hiszen gondolom, hogy a cél az, hogy fölépüljön majd egy felnőtt csapat, amivel aztán eredményesek is tudtok lenni. Igen, ez lenne a terv, igen.
Hát ugye, mikor is fejeztem be, most már azt se tudom, 2012, tehát 2012-ben fejeztem igazából be, tehát a kislányom születéséhez azért tudom ezt viszonyítani. Utána még ugye a szövetségi kapitány úr úgymond rábeszélt, hogy még vállaljam a következő évi világbajnokságon a szereplést, ugye azt elvállaltam, és egész jól is sikerült. És igen, hát természetesen, tehát hogyha én azért nagyon sok mindent láttam és megtapasztaltam, főleg a külföldi tartózkodásom ideje alatt, valamint én ahogy hazajöttem, és akkor eldöntöttem, hogy nem a profi sport, hanem a civil élet sportvezetőként, én beiratkoztam az egyetemre, az volt az első dolgom, és a sportszervezői szakot csinálom éppen, ha Isten is úgy akarja, akkor idén végzek és idén diplomázok, mert nem akartam nyilván az a sportvezető lenni, aki hazajön, és én ennyiszeres válogatott voltam, ennyit játszottam külföldön, nekem minden alanyinyokon jár, én mindent tudok, hát francokat, tehát én fogalmam sincs arról, tényleg, hogy most csak egy példát mondok, hogy létesítményt hogy kell üzemeltetni, aha, vagy a sportpedagógiával, vagy bár én nagyon sok minden jó dolgot láttam kint, amit megpróbálok kamatoztatni itthon. És nyilván úgy kezdtem el külföldi példára a munkát, hogy egy hosszú távú tervet, akkor mit tudom én most, 3 éves, 5 éves, legyen rövid távú, közép-hosszú és hosszú távú terv. Na igen, csak hát a hosszú távú tervezés az jelen pillanatban úgy folyik, hogy nem tudsz tervezni. Tehát nap mint nap változnak a dolgok, akkor azért nagyon sok mindenben olyan szabályozás van, hogy tehát például a felnőtt bajnokságot vegyük, a MOL ligát, ahova Vasas szeretett volna jelentkezni egy, mikor is? Azt hiszem, hogy 2 éve. Igen. Tehát akartunk jelentkezni, a ligán belül az volt a liga szabályzat, hogy majd a csapatok szavaznak, hogy megengedik-e, hogy mi csatlakozzunk. Hát és nyilvánvaló, hogy budapesti csapatként nyilván a fővárosi csapatok ezt nem nagyon akarták, nyilván az erdélyi csapatok nem biztos, hogy akarták az utazás miatt, tehát, és akkor eljutunk arra a szintre, hogy akkor, tehát én mit mondjak az U16-os játékosaimnak, az U18-nak, meg az U20-nak, tehát mivel tartsam őket ott a Vasasnál, mivel motiváljam őket, mert ugye hát azóta, amióta ez van, tehát a 94-es játékosaimat, akik ugye válogatott szinten voltak utánpótlásban, tehát ifi és junior válogatottak voltak, az egyik Újpesten van már, a másik Miskolcon, tehát a harmadik Dunajvárosban, a negyedik mit tudom én hol, tehát és akkor majd szépen ugye már a 95-ösöket már, az egyik 95-ösöm, aki Vasas nevelés már Dunajvárosban van, aztán mindig fölteszem a kérdést, hogy jövőre jönnek a hatosok, tehát ők is szépen fölneveltük őket, ugye őket is most főleg a felső két korosztályban, U18 és U20-ban a Vasas Ausztriában játszik, tehát abban a rendszerben, ahol az Alba Volán felnőtt csapata is, csak utánpótlás szinten. Tehát ott versenyeztetjük a játékosainkat, és ez a két bajnokság, hogy az U18 meg az U20 kint játszik, több 10 millió forintba kerül az egyesületnek. És akkor mi most neveljük ki ezeket a srácokat, hogy majd Újpest, Fradi, meg, tehát bárhova utána menjenek el, tehát azért ez egy kicsit érdekes dolog. Tehát, hogy én miért neveljem ki a játékosaimat úgy, hogy majd a liga szabályzat esetleg nem fog változni, úgy se engedünk be a ligába, és hogy a gyermekeim meg kénytelenek legyenek elmenni máshova, hogyha felnőtt hokit akarnak játszani. Hát egyébként ez egy megdöbbentő rendszer. És egyébként már, tehát nem csak, hogyha juniorból, U20-ból kiöregednek, hanem már előtte is esetleg valaki beígéri neki már 18 évesen, hogy te figyelj, gyere ide, mert már a felnőtt kerettel edzhetsz, és hogy a gyereknek nem tudok mit mondani akkor, tehát nem lehetek rá mérges, hogy te figyelj, ne menjél. Hát, öregem, hát ez a jövő, megkaptad ezt a sanszot, menjél, és sok sikert kívánok, és tökre örülök neki. Na jó, csak hát azért a bizonyos kereteket azért... És egyedül ettől függ, hogy a csapatok megszavazzák, hogy bent lehet a ligába? Tehát nem lehet megtalálni a kiskapukat? Nem tudom. Hát eddig ez volt. Hát nem tudom. Én igazából, tehát ebbe abszolút ezt stratégiát... Ezt tudtad akkor, amikor elvállaltad a Vasast? Tudtam, hát. Hát de én nyilván arra gondoltam, hogy azért tehát ott
például a MOL Liga elnökségében, meg akik szavaznak, tehát nyilván magyar csapatok, és nyilván a magyar jégkorong érdekeit is nézik, nyilván nem csak a sajátjukat. És hogy nyilván a magyar jégkorongnak talán jót tenne az, hogy akkor legyen még egy magyar csapat. Igen, és akkor ez, igen, de ez úgy látszik, hogy ez nem így volt, meg nem így alakult. A miértjét én sokáig próbáltam keresni, de aztán úgy voltam vele, hogy hagyom, és inkább nem. És mondom, azóta abszolút stratégiát váltottunk, hogy úgy mondom, tehát amit az előbb mondtam, ez a kivárás. Tehát, hogy próbáljuk azt, hogy csak a saját dolgunkkal foglalkozunk, mert hogyha mással foglalkozunk, akkor abba igazából beleürül az ember. Tehát a saját házunk táján legyen minden rendben, tehát az egyesületen, a klubon belül, mi adjuk meg a gyerekeinknek azt, a maximumot, amit meg tudunk adni, tehát mindent. És hogyha remélhetőleg majd ki tudunk nevelni, és ott is tudunk tartani sokáig, mondom U18-ig, meg U20-ig egy olyan brigádot, amelyik tényleg kemény és komoly eredményt fog elérni, akár nemzetközi szinten is, tehát hogy az már megtámadhatatlan legyen. Aztán lehet, hogy az élet megint majd fölülírja, tehát mondom, egyelőre próbáljuk nézni a lehetőségeinket. Tehát én azt hittem, nyilván zöldfülű voltam, meg frissen kapcsolódtam ebbe bele, hogy hát én azt néztem, hogy ez biztos jó lesz a magyar sportnak, meg visszakerül a felnőtt jégkorong a jégpalotába. Tényleg szégyen és gyalázat, hogy ott van egy ilyen gyönyörű létesítmény, tudom én 2500 fő befogadására képes, és nincsen felnőtt jégkorong benne. És gondoltam, hogy a múlt is, meg hogy a Vasas mögött áll, és a Vasasnak van jégkorongos múltja is, meg bajnokok voltak, meg azért ott már kezdett összeállni a program, hogy kivel, meg hogyan gondolnánk el ezt az egészet, és akkor nem. És akkor volt egy internetes szavazáson dőlt el egyébként ez, hogy most melyik csapat hogy szavaz. Mondom, elfogadtuk, semmi probléma nem volt, a ligának ez volt a szabályzata, csak akkor mindig ugye kérdezi az ember, és akkor mi a következő? Vagy akkor lépjünk vissza csak olyan szinten, hogy a nagyokkal már nem is foglalkozunk, de hát ez sem megoldás. Hát nem. És talán az is egy válaszvonal volt, amikor ugye néhány évtizeddel ezelőtt még főváros centrikus volt a jégkorong. Tehát vidéken, ha volt is adott esetben a gyermekeknek szórakoztatás szempontjából, vagy akár utánpótlás képzés szempontjából, de igazából az élvonalban is a három fő fővárosi csapat mellé időnként egy-egy bejutott, tehát Fradi, a Dózsa, a BVSC, ők mindig ott voltak a legjobb négy között, és egyszer-egyszer még valaki hozzájutott. Nem tudom, jól emlékszem, hogy vidékről először a Dunaujváros, vagy a Alba Volán, vagy ki volt az, aki följött, nem tudom, meg időnként a Vörös Meteor is Vörös még. Meteor is Vörös volt, Meteor is még. Aztán ugye egy ideig volt Jászberény, tehát ott igen. Is volt azért egy kemény föllángolás. De azóta abszolút jogos, ebben nagyon, hogy... nagyon beletörni nem lehet, de végül is azért mégiscsak a 10 milliós Magyarországhoz képest a főváros mindössze az egy ötöde, és most már vidéken is nagyon komoly jégkorong élet folyik. Hát most kifejezetten, tehát vidékcentrikus, ugye Fehérvár, Dunaujváros, Miskolc is nagyon szépen kinőtte magát, Debrecen is zárkózik föl. Most azért szerencsére az idei szezonban már az Újpest felnőtt csapata is azért úgy jobb, és tényleg ők is próbálják a tradíciót visszahozni. Mert azért egy magyar jégkorongnak tehát kell egy jó Újpest, kell egy jó Fradi, tehát így van, tehát én most... És kell egy jó Vasas. Hát jó lenne, igen. Szerintem is. Igen. Hát most miért ne? Hát annak idején, ha most nemzetközi szinten nézzük, ott is volt egy megtörhetetlen négyes. Ugye amikor a világbajnokságok voltak, akkor Kanada, Szovjetunió, Csehszlovákia, Svédország. És akkor egyszer-egyszer egy Egyesült Államok, egyszer-egyszer egy Finnország bejutott valamelyiknek a helyére, hát akkor mindenki fölkapta a fejét. Igen. Most azért másabb a helyzet egy kicsit. Hát teljesen. De ez így van jól szerintem. Persze, persze, csak az... Akkor évtizeden keresztül ezt a négyes nem lehetett megtörni. Sőt, mi több, a sorrend is felállt, mert ugye amikor Kanada verhetetlen volt, akkor volt egyszer, azt hiszem, hogy a... Jól emlékszem, pont ha kapusról van szó, szóval Martin védett talán. Hú, lehet, mindenki védett, és akkor Szovjetunióval
Játszottak, és egyszer a legnagyobb megdöbbenésre 5-0-ra verte a Szovjetunió Kanadát. De aztán pár évig ugye ment a szovjet hegemónia, egyszer csak megtörte Svédország, egyszer csak megtörte Csehszlovákia. Megtörte USA az olimpián egyszer. És aztán egyszer, megtörte az USA. Az nagyon, így van. Az kemény volt. Tehát egy fiatal egyetemi csapattal szinte az ott a csodaszámba menő dolog igen. volt. Na most ilyen mindig előfordul. Igen, azon gondolkodtam, míg itt erről beszéltetek, ezekről az eredményekről, hogy tulajdonképpen itt egy hihetetlen erős lobby tevékenységet kellene folytatni ahhoz, hogy megtaláljátok ismét a helyeteket a magyar felnőtt bajnokságban. Gondolom az elnök úr, ahogy említetted, hogy hát ugye 13 éve nagyon-nagyon odafigyel, sok követ megpróbált megmozgatni ennek érdekében, hiszen a jégkorong szakosztály is egy nagyon-nagyon fontos eleme ennek az egésznek. És én ezt az internetes szavazásra értem tulajdonképpen. Tehát nem tiszta számomra, hogy akkor ez most hogyan dőlt. Egyáltalán ez, tehát kik döntöttek? Mert szerintem most itt a nézők is... Csapatok vezetői. Csapatok, tehát csak a csapatok vezetői. Igen. Hát elvileg. Én aztán nem láttam semmiféle eredményt, engem értesítettek telefonon, hogy ez így alakult. Hát és ez minden évben lejátszódik? Nekünk az volt az egyetlen, mi azóta nem próbáltunk csatlakozni a ligához. Most, hát ugye tavaly ugye csatlakozott a Debrecen, aztán most is vannak tagjelöltek, akik a következő kiírásban akarnak majd csatlakozni. És akkor most térre nem mentek? Mi a következő szezonban még nem. Mi, hogyha csatlakozni fogunk és szeretnénk, akkor mi 2 év múlva terveznénk, hát aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire állja majd meg a helyét. De ahhoz nem most kellene elkezdeni ezt a fölépítését? Hát ez folyamatosan megy. Tehát a csapatainkat, ahogy említettem, ugye tehát akkor reális jövőt nézed most jelen pillanatban gyakorlatilag, hogy 2 év múlva fog eljönni a helyzet hát oda? Az én vízióm szerinti reális jövőt. Aztán az már nagyon sokszor bebizonyosodott eddig is, pedig azért nem nagyon régóta vagyok eddig a magyar sportvezetésben, hogy ami vízió, aztán lehet, hogy tehát én is sokszor már fölteszem magamnak a kérdést, hogy nekem vannak rossz elképzeléseim, mert egyébként az is benne van. Hát most ki tudja, lehet, hogy nem tudok annyira azonosulni az itthoni rendszerrel, hogy aztán lehet, hogy én nem illek a képbe. Még az is előfordulhat. De mondom, ezért változtattam úgy meg a dolgokat, tehát hogy azokat a dolgokat, amik kifelé mennek, tehát azokat úgy nagyon leredukáltuk ott a Vasason belül, ebbe az elnök úr is nagyon partner volt, tehát és ebbe egyébként nagyon jó úgymond tanár is a Markovics elnök úr, hogy dolgozzunk szép csöndben, építkezzünk szépen lassan, ne gyorsan, mert abból semmi nem lesz, az csak érdekellentéteket fog meg, hogyha gyorsan nősz ki, és gyorsan akarsz valamit, akkor az nem jó, tehát valakinek biztos, hogy rálépsz a kislábújára, hanem szépen ott házon belül rakjuk rendbe úgy annyira a dolgokat, hogy legyen tényleg megrendíthetetlenül stabil, aztán, hogyha utána már eredmény is lesz, akkor lehet kapogtatni ajtókon. Tehát igazából most ezt az utat próbáljuk követni, és hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát szépen, elegánsan, nyugodtan, csöndben, senkit nem zavarva szeretnénk most dolgozni, a gyerekeinkre koncentrálni, nem kifelé, mindent házon belül. Itt a címeiről, eredményeiről csak egyetlen egy szó esett eddig, ugye ez a, ugye a Ferencvárossal bajnok voltál, aztán ugye sok év után, most a magyar bajnokságokról beszélünk, ugye a székesfehérvári csapattal is sikerült bajnoki címet szerezned, és sokszor voltál az évkapusa, az évjátékosa, és volt az előbb egy olyan mondatod, és borzasztóan tetszett, ugye, hogy elvégzem a sportszervezőit, hiszen sportvezető nem lehet meg azok nélkül az információk és azok nélkül a tudás nélkül, ami tényleg megadja azokat a pilléreket, amire lehet építkezni. Viszont hihetetlen neked az a gyakorlat, amit végig éltél az elmúlt fiatal éveid alatt, hiszen lehet azt mondani, hogy az tengeren túli, az amerikai, a kanadai, a európai, egyéb csapatokban is magadba szívtál. Mennyire tudtál ott belelátni, mint játékos ezekbe a háttér dolgokba?
illetve mennyire az utóbbi években mennyire figyelted már ilyen szemmel a kinti játék szervezését, a hátteret, hogy hát ez ugye mindenki gondol rá, és te egy értelmes ember vagy, és tudtad, hogy sportvezetőként, illetve edzőként fogsz tovább dolgozni. Nagyon. Tehát én folyamatosan figyeltem azoknak az országoknak és az egyesületeknek, ahol voltam, a rendszerét, hogy hogy épülnek föl, ugye említettem az interjú elején. Tehát én tudtam azt nagyon jól, hogy tehát hogyha nekem egyszer vége lesz a profi pályafutásomnak, akkor én mindenképpen valamilyen sportszervezői vagy edzői dolgot szeretnék csinálni, hát ebből most a sportvezetés az elsődleges. Tehát én nagyon figyeltem, és minden országban, minden csapatnál, hogy próbáltam azt úgy megfejteni, hogy működik, miért működik, és hogy bizonyos szegmenseket hogy tudnánk átalakítani, átalakítva beépíteni esetleg a magyar rendszerbe. Tehát nagyon sok minden, nyilván nagyon sok minden olyannal találkoztam, főleg Észak-Amerikában, amit esélytelen lenne áthozni ide és megpróbálni a rendszerbe beépíteni, de voltak nagyon jó dolgok ott is, voltak a németeknél és svédeknél, olaszoknál, tehát nagyon sok mindent láttam, amiből kiragadtam azokat a tényezőket, amikről úgy gondoltam, hogy erre már mondjuk föl van készülve a magyar jégkorong. Tehát azért nagyon sok mindentől vagyunk még azért borzasztóan távol, de valahol el kell kezdeni az építkezést. Egyébként... Hány év alatt lehetne, hogyha minden ideálisan alakulna, hány év alatt lehetne mondjuk az európai élmezőnybe belekerülni? Hát most mit nevezünk európai élmezőnynek? Tehát azért azt is definiálni kéne, de én úgy gondolom, hogy tehát jelen pillanatban sem, tehát nem rossz a helyzet. Tehát én úgy gondolom, hogy nyilván az, hogy a felnőtt válogatott egy generációváltáson megy most keresztül, arra is kapott egy meghatalmazást ugye a szövetségen keresztül egy kanadai szakember, aki egy 3 éves programot próbál most véghez vinni. Akkor ugye az utánpótlásban mondjuk most idén pont most azért volt egy nagyon nagy pofon, tehát az U20-as csapatunk, U20-as válogatottunk hazai rendezésű VB-n esett ki, cson nélkül sajnos, és egyen lejjebb mentek. Aztán most viszont tavasszal lesz egy U18-as világbajnokság, amin nagyon jó lenne jól szerepelni. Tehát egy ország jégkorongját, meg egy ország sportját a válogatottak határoznak meg. Tehát, hogy milyen a felnőtt válogatottad, az U20, meg az U18. Most az tényleg egy nagyon nagy gond volt, hogy az U20 kiesett, de ott lesz a lehetőség jövőre visszajutni, reméljük, hogy az U18 az jól fog szerepelni. Mondom, egyelőre szerintem az a legnagyobb gond, hogy sok mindenre még nem vagyunk felkészülve, sok minden hirtelen jött itt a magyar jégkorongban. Egyébként a mi feljutásunk is 2008-ban, Szapporóban, az is hirtelen jött. Tehát az sem gondolta volna senki, amikor 98-ban még majdnem ugyanezzel a brigáddal a C csoportból jutottunk fel a B-be, és ki gondolta volna, hogy 10 év alatt 2 osztályt ugrunk. Tehát igazából senki. De én azt mondom, hogy ezek tök jó dolgok, és ezeknek mind a pozitív részét kéne kiragadni, és úgy valahogy szisztematikusan építkezni és csinálni a dolgokat. Én annyira nem vagyok benne a jégkorong sportban, de ugye most mennek a korcsolya sporton belül is a Európa-bajnokságok és a különböző kupa sorozatok, és csak két dolog miatt említettem ezt, ugye van egy amerikai iskola, egy olasz iskola és egy orosz iskola. És ugye mindig azon gondolkodom, hogy mitől voltak olyan nagyon jók, vagy mitől olyan nagyon jók a csehszlovákok. Kevesen vannak, kicsi az ország. Azt mondjuk, hogy Kínából persze marha nagy a merítés, tehát van miből válogatni. És a magyarokon is időnként elcsodálkozunk, hogy a kicsi Magyarországon és némelyik sportákban mennyire jók vagyunk, pedig itt is kicsi a merítés. Van-e ilyen különböző iskolarendszer a jégkorongon belül? Tehát meg lehet-e különböztetni az orosz iskolát? Most mondhattam volna a balettet, persze, vagy akármit. Természetesen van ilyen. Hát sokféle, és minek mi az erőnye? Sokféle van. Ugye a magyar jégkorong elég speciális ebből a szempontból is, mert ugye hát én amikor becsatlakoztam ugye a felnőtt jégkorongba,
itt Magyarországon, tehát akkor még nagyon ment az orosz vonal és az orosz stílus. Tehát orosz légiósok voltak, orosz edzők, orosz vonal. Aztán utána pár év múlva ez megváltozott, és jöttek a szlovákok, szlovák játékosok, szlovák edzők, szlovák vonal, tehát akkor a magyar válogatott edzője is szlovák volt. Utána pedig egy néhány év múlva, tehát itt csapongtunk stílusokról, szisztémáról, szisztémára, utána jött pedig a kanadai játékosok és légiósok, edzők, stb. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a magyar jégkorong a legnagyobb sikerét kanadai edzővel érte el, ugye Pat Cortinával, de az is azért csalóka, mert ő nem azt a kanadai stílust és felfogást képviselte, mint mondjuk egy átlag kanadai edző. Tehát jelen pillanatban Magyarországon ugye a Jégkorong Szövetség által is, meg ugye a legtöbb csapatban is a kanadai vonal van, azt kell ugye követni. Ugye a minden korosztályos válogatottnak gyakorlatilag kanadai edzője van. Most, hogy jó-e vagy nem, hát azt majd csak az idő fogja eldönteni, de azt azért tudni kell, hogy bármennyire is jó szakember valaki itt Magyarországon, kanadai, föl kell fognia, és tudatosan kell azzal együtt élnie, amivel sajnos nagyon sok kanadai szakember nem tud, és most régen is voltak oroszok, akik ezt nem tudták, hogy teljesen más azért, tehát ez itt nem Kanada. Tehát amíg ott mondjuk egy kiválasztás az úgy folyik, hogy van több százezer gyerek, és akkor ez a legyünk happy-k, meg csináljuk, meg mosolyogva csináljuk, meg minden. Tehát ott igazából gyerekkorban, fiatalkorban az van, have fun, be happy, és akkor edzünk, és a 90%-a úgyis lemorzsolódik, és akkor marad az a 10, aki meg megy tovább, és egyetemre, vagy szuper junior ligákba, vagy utána NHL-be, vagy bárhova. Igen, ám csak ott ugye akkora a merítés, hogy az belefér. Na, itthon pedig össze kell tenni a két kezünket, és mindenkit szinte pelenkázni minden nap, és a cumis üveget a szájába tenni mindenkinek, hogy a sportágban maradjon, mert itt nem tehetjük azt meg, hogy valaki nek mondjuk tényleg ez a légy boldog és érezd jól magad a jégen, mert nincs ott 200 másik, aki arra a helyre pályázik. Tehát ezt azért nagyon fontos a külföldi szakembereknek felismerni, ez egyébként biztos labdarúgásban is így van, vagy bármelyik másik sportágban, és amelyik edző tud ezzel azonosulni, például Pat Cortina ebben volt nagyon jó, az eredményes tud lenni. Én viszont azt mondanám, hogy elsősorban, tehát nagyon jó, hogy vannak külföldi szakemberek, és nálunk a Vasasnál is van egy kanadai edző, de azért szépen lassan én elmennék azért abba az irányba, hogy a szakember képzést nagyon, nagyon fejleszteni, és azt fölfejleszteni Magyarországon, tényleg akkor le kell tenni a voksunkat valamelyik stílus mellett, nem pedig 4-5 évenként csapongani. Mert jelen pillanatban sajnos a szakember képzés és az edzőképzés az eléggé megállt Magyarországon. Tehát vannak a régi edzők, vannak esetleg még ugye az újak, de nem látom azt a mozgás és azt a szisztematikus munkát, amivel ki tudnánk végre valamikor majd alakítani, hogy igen, van egy magyar vonal is. Tehát úgy, ahogy tehát nem kell messzire menni. A szlovákoknak is van külön stílus vonal, a cseheknek, ukránoknak, nyilván az oroszhoz van közelebb egy kicsit, de úgy gondolom, hogy meg lenne nekünk is a lehetőségünk arra, hogy tényleg magyar edzőkkel, magyar szakembereket, olyan jó dolog azt látni, hogy ez a fiatal generáció, Majoros Gergely barátom, együtt nőttünk fel, ugye a Miskolcnak most a vezető edzője, és nagyon sikeres. Akkor Újpesten ugye, hogy elindult valami, az Szilasi Zolinak nagyban köszönhető, tehát ott is magyar vezető edzők vannak, és ez nagyon jó dolog, és ezt kéne egy kicsit hangsúlyosabbá tenni. Most már kezdem megérteni, hogy amikor mondtad, hogy ne szétverjük, hanem fogjunk össze, és ki kéne tényleg alakítani egy jó magyarországi szisztémát, egy jó edzőképzést, egy jó tematikát együtt, és aztán utána lehet egymás ellen játszani. Igen, de most csak egy példát mondok, hogy a gyakorlatban is, hogy mindenki azért értse.
Tehát most vegyük alapul a kanadai példát és kanadai szisztémát. Tehát ott azért az egy elég sablon hoki és egyszerű hoki. Tehát ott mindenki tudja, nyilván tele egyéniséggel, de azért ott mindenki tudja, hogy ez egy leegyszerűsített forma, és szinte gépek, és tudják, hogy mikor, tehát hogyha ez a szituáció van, akkor nekem ott kell állni, itt kell állni, amott kell állni. És ezt mindenki tudja, mint hogyha egy ilyen nagyon jól bejáratott gépezet lenne. Na most Pat Cortina, amikor ugye átvette a válogatottat, ő ugyan belenyúlt ebbe, és akart egy rendszert hozni, de az egyéniségeket meghagyta. Tehát egy Ladányit, egy Palkovicsot, egy Ocskait hagyott érvényesülni, tehát nem tudta volna abba a gépezetbe őket berakni, ami egy kanadai szisztémában működött volna. És ez a nagyon fontos, tehát mi, magyarok, tehát van egy olyan sajátosságunk, hogy azért bennünk van finesz, bennünk van nagyon komoly intuíciós készség, nagyon jó alkalmazkodási képességeink vannak, ravaszak vagyunk, rafináltak vagyunk, jól tudunk cselezni, hát labdarúgásban is mindig a technikás, jól cselező játékosaink voltak. Tehát ezeket a stílusjeleket meg kell valahogy hagyni a sportban, mert ettől vagyunk jók, ettől voltunk jók, és színesek. A magyar sport az mindig színes volt, tehát soha nem volt egy sablon ráhúzva, mindig valami különleges volt, és mindig nagyon közönségszórakoztató volt. És magyar példaképeket kellene különösképpen előtérbe helyezni, mert egy felnövekvő generáció szempontjából lehetnek külföldi ilyen ligából, olyan ligából példaképek, de ha magyart lát, akkor azt mondja, hogy na hát érdemes akkor közéjük kerülni. Gondolom neked is volt példaképed. Hogyne, Kovalcsik Peti. Kovalcsik Peti volt. Na hát akkor, és ugye hogy szükség van példaképre? Sokkal jobban lehet motiválni. Hát én emlékszem, amikor kaptam tőle egy ütőt ajándékba, az ott a hálószobámba, az én kis ágyamba volt, mindig szépen betakargatva minden. Most évként vicces része a dolognak, hogy a Petivel most egy teniszklubban vagyunk, tehát egy csapatban játszunk, igen, teniszt. És amikor hazajöttem először Kanadából, akkor ő is kapott tőlem egy ütőt. Mondtam neki, hogy na, akkor ezt most visszaadom neked, és aláírtam ugyanúgy. Kitette, azt mondta, hogy az irodájában fönt van a falon. Úgyhogy vicces. Hát story. Nagyon reméljük, hogy sok fiatal jégkorongozónak és kapusjelöltnek és másnak is példaképe lesz szuper Levente, mint ahogy én nagyon jól tudom, hogy már nagyon soknak példaképe vagy. Nagyon sok minden fért ebbe a mai adásba, de azt gondolom, hogy a jégkorong helyzete és ezek az elemzések, ezek nagyon érdekesek voltak mindenki számára. Így nem került nagyon sok mindenre sor, nem tudtuk meg, hogy lovagolsz, hogy nem tudom, hogy megvan-e még az a kis lovardád, ahova lehetett járni, nem tudták meg, hogy gyerekszínészként is milyen fantasztikus voltál, tehát az majd egy legközelebbi beszélgetésnek lesz a tárgya, és utolsó mondatként, hogy gratuláljak a tavalyi évben megkapott Paplászló díjathoz. Nagyon szépen köszönöm. Amit azt hiszem, hogy nagyon megérdemeltél. Mi minden esetre büszkék vagyunk rád, és nagyon sok sikert kívánok. Igen, neked. És te vagy az, akinek most mondhatnánk, amit a Lilla fölkonferált, hogy szuper voltál, de mi hozzáteszünk, hogy szuper vagy, és szuper leszel. Köszönöm, így legyen. Így legyen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez köszönöm volt mára a Foci és Sport. Pénteken tudják, ezt a beszélgetésünket is olvashatják a Sport Plus-ban, mi pedig Takács Timivel egy hét múlva várjuk Önöket viszontlátásra. Műsorunkat támogatja az Alszovig SRL. Műsorunkat támogatja a Kaloterm építészeti és épületgépészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta általános építőipari Kft., az Ibül tervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív M&A, a cégértékesítő. Műsorunkat támogatja a Sovigál Aktív SRL.